Nagy szeretettel köszöntöm a Borportré ma esti nézőit, és nagyon nagy szeretettel köszöntöm Mártonti Zsuzsát is, újságírót, az örökbe.hu blog alapítóját és szerzőjét, akivel az örökbefogadás kérdéséről fogunk beszélgetni a mai este, és hát azt gondolom, hogy ez egy olyan téma, ami bőven egy egész estés beszélgetést megér. Szia, Zsuzsa! Szia, és köszöntöm a nézőket! Hogyha jól tudom, akkor te most nem is Magyarországon vagy, hanem Németországban. Németországban élsz. Németországban milyen most az élet, vagy vannak-e bármilyen szigorítások, amik mondjuk nem olyanok, mint Magyarországon? Hogy képzeljük el a koronavírus helyzetet most nálatok? Az iskolák működnek, és egyébként meg itt is maszkot kell viselni, és a szórakozóhelyek, éttermek, sportlehetőségek bezártak, hát olyan félgőzzel működik az élet. Ti tudtatok hazalátogatni a két hullám között, vagy már régen voltatok Magyarországon? Nyáron voltunk Magyarországon. Akkor volt a könyvemutatóm is. Igen, a könyvről már mindenképpen beszéljünk, mert ugye ez most egy nagy aktualitás. Jól tudom, akkor ez főképp egy interjú kötet, vagy hát történeteken keresztül mesél arról, hogy mégis mennyi oldala lehet az örökbefogadásnak, és hogy mennyi nézőpontja, és hogy nem lehet általánosítani, nincs egy általános narratíva. Igen, a könyv az, akiknek két anya van, nyáron jelent meg, és tartalmaz kb. 18 történetet, főleg interjúkat. Amiben ez a különleges, hogy az örökbefogadás minden oldalát megvilágítja. Tehát nem csak örökbefogadó szülők beszélnek, hanem megszólalnak más fontos szereplők is. Például a nevelőszülő, aki neveli néhány évig a gyereket, megszólalnak olyan felnőttek, akik örökbefogadottként nőttek fel, örökbeadó anyák, akik valamire lemondtak a gyermekükről, vagy elvesztették, és szakemberek, és van egy elég testes függelék, ami meg elmagyarázza a hazai örökbefogadási rendszert. Azt mesélted, hogy akkor nyáron voltatok utoljára itthon. Hát most egy picikét, egy magyar borral kedveskedünk neked. Szoktál-e egyébként borozni, vagy annyira nem jellemző? Hát amíg fiatal voltam többet, akkor lelkesebb voltam. És tulajdonképpen az alkoholos italok közül a bor áll hozzám a legközelebb. Tehát ezt tényleg szoktam inni. Mostanában elég keveset. Tehát épp most konstatáltam, hogy volt egy száraz szeptember és egy száraz október, mert most úgy nem igazán jár el az ember itthonról, és nincs társaság. De most veletek kocintok. Igen, ugyanis a Tummerer Pince Egerből, illetve hát az egri borvidékről, Noszvajról küldött nekünk egy szuperior egri bikavér, de nem is én szeretnék róla mesélni, mert itt van velünk Pulai Polett, aki most már harmadik generációs a családi pincészetben, és egyébként a marketing és kereskedelmi terület tartozik hozzá. Szia, Polett! Mesélj te arról, hogy miért ezt a tételt választottátok a mai beszélgetéshez. Sziasztok! Hát igazából két fő oka is volt. Az egyik, hogy Eger szerintem egyik leghíresebb és legismertebb bora a bikavér. Másrésztről pedig a 2016-os évjáratból gyönyörű szép tételek születtek, rengeteg eredményt értünk vele el ebben az évben, úgyhogy mindenképpen ezt szerettem volna bemutatni. Egy nagyon szép házasításról beszélünk, ugye a bikavéreknek eredetvédelmi szabályozása is vannak a borvidéken, mind szőlőtermesztésben, mind pedig borkészítésben. Ha a szőlőtermesztést nézzük, akkor mivel ez egy superior bor, csak olyan dőlőről származhatnak a szőlők, ami superior minősítésű. Továbbá terméskorlátozás is van, ami elég szigorú, ezen kívül a borászati részén pedig minimum egy évet kell lennie a hordóban, és fél évet pedig palackban. Mi ezt minden évben igazából túlszárnyaljuk, tehát nálunk 18 hónapot tölt kisfa és elszokhordóban, ezután pedig minimum egy évet palackban. Ez azért is fontos, hogy egy kerek, szép, lesimult kézbort kapjanak a fogyasztók. Alapját a két frankos adja, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot és Syrah házasításokból áll még. A 5 darab szőlőfajtát külön fajtaborként szoktuk 8 hónapig fahordóban érlelni, és ezután pedig már mind bikavérházasítás.
Az egri bikavér, vagy az egri borvidékre első körben, hogy az ember gondol, akkor tényleg az egri bikavér jut az eszébe és a vörös borok, de azért nálatok már a fehér borok is, ugye az egri csillag megjelenésével pláne, de hogy ez is nagyon jelentős, és ha jól tudom, akkor nektek is van egy csomó fehér szőlőtök is, tehát nem csak vörös borokkal foglalkoztok. Igen, hát többségében vörös boraink vannak, egy ilyen 70%-ban, és körülbelül a fehér az, ami egy ilyen 30%-ot tesz ki. Főleg reduktív fehéreink vannak, és egy-kettő olyan tétel van, ami nagyobb, testesebb és fahordóban érlelt fehérbor. Igazából már a pincészet alapításakor mi arra törekedtünk, hogy ugye egy korrekt, kellemes és nagyon jó minőségű borok mellett legyenek olyan kiváló, kiemelkedő vörösboraink, amik nemzetközi és hazai piacon is, és versenyeken is megállják a helyüket. 2016-ban 16-ból 5 olyan borunk is született. Ez a Bikavér Superior a bordói Challenge International Dubinon nyert aranyérmet, és ez nagyon nagy visszaigazolás nekünk, tehát mi erre nagyon odafigyelünk, hogy ilyen nemzetközi borversenyeken hogy szerepelünk, hiszen 33 ország vett részt, több mint 3500 tétel került beküldésre, és 800 fő zsűri választotta ki, választotta a legjobbak közé. Úgyhogy mi inkább a vörösök terén csinálunk kiemelkedő borokat, de a fehérekben is igazából egyre jobban figyelünk arra, hogy a fogyasztói igényeknek megfelelően alakítsuk a palettát. Ha jól tudom, akkor neked is van egy borod. Igen. A Colette Cuvée. Az milyen bor? Mert ugye az a te ízlésedet tükrözi. Igen, 2000-ben volt az első, ugye akkor még nagyon kicsi voltam, és szerettem volna már jó pár évvel ezelőtt, hogyha már ugye gazdaságban dolgozom nagyon régóta, igaz, nem mint borász, de minden területén dolgoztam a gazdaságnak. Szőlőben, pincében, tehát tényleg minden területét kipróbáltam, viszont én az irodában és a kereskedelemben, exportban, marketingben találtam meg azt a munkakört, amit a legjobban szeretek, de mindig is izgatott, hogy nagyon szeretnék, hogyha lenne egy Polet nevű bor, már úgy, ahogy tényleg az én ízlésemnek, az én kezem által, hogy már minden egyes folyamatnál, hogy nem is önállóan, de hogy ott legyek és szerepeljek a elkészítési folyamatban. Én nagyon szeretem a hordós tételeket, úgyhogy ez is egy hordós tétel. Barik hordóban volt, körülbelül 9 hónapot. Ezen kívül ugye Chardonnay alap, Tramini és Zenit van benne, ezek a magasan a kedvenc fehér szőlőfajtáim, úgyhogy úgy is lett összeállítva, és egy nagyon kiemelkedő, tényleg nagyon testes, szuper fehér bor lett. Örülök neki nagyon, elégedett vagyok a végeredménnyel. Hát ti pedig annak örülünk, hogy küldtetek nekünk, mind a kettőnknek egy-egy palackot ebből az Egri Bikavér Superiorból, és ugye ezt csak a nézőknek mesélem el, hogy amikor megírtam, hogy Németországba kellene kiszállítani a palackot, akkor elsőként jelentkeztetek, hogy nagyon szívesen, úgyhogy ezt még egyszer nagyon szépen köszönöm. És hát akkor szerintem kóstoljuk is meg, és kattintsunk egyet így közösen. Köszönöm, egészségetekre. Volt. Egészségetekre. Egészségetekre. Hú, hát tényleg nagyon finom. Egy nagyon tartalmas tétel. Igen, igen, nagyon tartalmas, nagyon komplex, és egy ilyen mély testű vörösbor. Nagyon szép. Igen. Köszönjük szépen, és azt is, hogy bejelentkeztél, és hogyha van kedved, akkor tarts velünk az adást további. Mindenképpen. Jó beszélgetés nektek. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Hát Zsuzsa, amikor megbeszéltük, hogy beszélgetni fogunk egymással, most már ez jó pár hete történt, akkor nem tudtuk, hogy milyen aktualitása lesz. Azt én azért tudtam, hogy november 9-a az örökbefogadás világnapja, tehát a november 11-el gyakorlatilag ez lehetett volna már egy alapaktualitás, de ugye a tegnapi törvényjavaslat benyújtása, remélem, hogy jól mondtam, ezeket a jogi fogalmamban nem vagyok annyira jó, újabb aktualitást adott a témánknak, hiszen egy olyan törvényjavaslatot adtak be, ami értelmében gyakorlatilag ellehetetlenülne az, hogy házasságon kívül élők örökbe fogadhassanak gyermeket, illetve csak egyetlen egy módon,
hogyha azt gyakorlatilag Novák Katalin engedélyezi nekik számukra. Én úgy tudom, hogy eddig is volt egyfajta prioritás annak, hogy házaspárok kapjanak gyereket, tehát az egyedülállókkal szemben ők mindig előrébb voltak. Mi változott most? Ugye 2003 óta kimondta a polgári törvénykönyv, hogy a házaspárokat előnybe kell részesíteni. De nagyon sokáig ez nem volt egész konkrétan meghatározva, hogy mit jelent ez az előny, és ha az egyedülállóak hátrányban vannak, az mekkora hátrány. És pont egy hónappal ezelőtt született egy rendelet, ami ezt pontosította. Ez egy kicsit bonyolult, de annak az volt a lényege, hogy egy gyermeket először a saját megyében kell kiajánlani házaspároknak. Megyei rendszerben működik a gyerekvédelem. Ha ott nem találnak elfogadó szülőt, akkor az egész országban házaspároknak, és ezután kerülhet sorra az egyedülálló. Ez is egy nagyon drasztikus szigorítás volt az eddigi gyakorlathoz képest. És mondom, egy hónapja jelent meg, és ezt az a törvényjavaslat most keresztül húzza, és gyakorlatilag megtiltja, hogy egyedülállók örökbe fogadhassanak, mert kimondja a javaslat, hogy már alkalmasságot se szerezhet az egyedülálló, csak nagyon kivételes, indokolt esetben a miniszter engedélyével, tehát ez valami olyan rendkívüliségnek kell történnie. Ez nem részletező javaslat, hogy mi ez az eset, de ez azt mutatja, hogy ezek után ez egy kivétel lesz. De tényleg, ahogy mondtad, el lehetetleníti az egyedülálló örökbefogadását. És ami még fontos, hogy a magyari örökbefogadási gyakorlat mindenkit egyedülállónak tekint, aki nem házas. Tehát hiába van párkapcsolata, hiába él együtt valakivel, hiába van akár regisztrált élettársi kapcsolata, akkor is ebben a szempontból egyedülállónak tekintik. Ugye a törvénytervezet azzal érvel, hogy a statisztikák alapján a házasságok tartósabbnak bizonyulnak, és hogy a gyereknek az az érdeke, hogy egy kiszámítható viszonyban, szeretett közösségben éljen. De ugye, tehát, hogy tulajdonképpen, ha még házaspároknak is adnak oda egy gyermeket, utána is történhet egy válás. Tehát, hogy, illetve hát én nagyon sok esetben miért szerinti gyermekek esetében is történik egy várás, és egyedülálló szülő neveli fel. Tehát, hogy egy picit nekem az az érzésem, de az én saját véleményem, hogy ez egy álnaív elképzelés, hogyha házasság van, akkor minden rendben van, és egy szeretett közösség van, hiszen egy csomó olyan eset állhat fenn, amikor ugyan megvan a házasság, de mégsem olyanok a körülmények, ami a legjobban kedvez annak, hogy egy egészséges gyermek nőjön fel, gondoltuk a bántalmazó kapcsolatokra, vagy arra, hogy függő van a családban, és hogy sorolhatnánk egy csomó ilyen esetet. Ennek a javaslatnak egyetlen célja van az, hogy a melegeket teljesen kizárja az örökbefogadásból. Ez egy nyílt titok, ezt meghirdették politikai kampányként is, ha jól emlékszem, 2 évvel ezelőtt, és ez semmilyen más módon nem lehetett a magyar jogrendszerbe végigvinni, csak így, hogy az egyedülállókat is teljesen diszkriminálja. Eddig mennyi, nem tudom, hogy erről van-e statisztika, de hogy mennyi egyedülálló, gondolom, hogy erről van, hogy mennyi egyedülálló tudok mondjuk egy évben gyermeket örökbe fogadni, és ugye ilyen szempontból ugye a meleg párok is egyedülállónak számítanak, hiába vannak mondjuk regisztrált élettársi kapcsolatban, tehát ők is ebbe a számba tartoznak vele. Ugye ez körülbelül évente hány embert jelentett, aki azért eddig tudott örökbe fogadni gyermeket? Erre vannak számok. Hát eddig körülbelül a jelentkezőknek körülbelül a tizede volt egyedülálló, és a megvalósult belföldi nem rokoni örökbefogadásoknak is kb. A tizede. Hát ez azt jelenti, hogy tavaly 71 egyedülálló fogadott örökbe gyermeket. De az tegyük hozzá, hogy ők eddig is jelentően olyan gyereket vállaltak, és olyan gyereket kaptak, akit a házasok nem annyira fogadtak el. Tehát, hogy eddig is őket tekintették a rendszerben az utolsó lehetőségnek. Tehát nagyon sokszor az egyedülállók olyan gyereket kaphattak, akik idősebb, aki roma származású, és egészségi gondjai vannak, viselkedési, fejlődési problémája. Körülbelül mennyi örökbefogadásra váró szülő van most a rendszerben, és mennyi örökbefogadásra váró gyermek? És persze nyilván tudom, hogy ez nem felel meg egy az egyben egymásnak, hiszen amit te is mondtál, tehát nem minden gyermeket fogad el minden szülő, tehát hogy vannak kritériumok, amiket ők kiköthetnek, de hogy nagyjából, nagyságrendileg mi a mérleg a két oldalon? Bocsánat, előbb nem feleltem a kérdésedre, hogy hány meleg örökbefogadó volt, akik ebben a 71-ben. Arra külön van statisztika? Nincs, de azt gondolom, hogy évi 2-3 legfeljebb. Nem, nagyon pici csapatról beszélünk. Tényleg évi
néhány esetről maximum. De erre rá lehet kérdezni egy folyamatban? Tehát, hogy egyedülállóként valaki jelentkezik, hogy örökbe fogadna, és arra rákérdezhetnek, hogy amúgy te meleg vagy? Szerintem ez így nem hangzik el, de azt megkérdezik, hogy mi a motivációja, miért fogadna örökbe. Tehát ez kiderül az alkalmasság során. Ha valakinek van élettársa, az egy olyan fontos körülmény, hogy azt el kell mondani, az élettársat is vizsgálják, megnézik a lakást, és pont most bekerült rendeletbe az is, hogy tilos hazudni az alkalmassági folyamaton, ami egyébként helyes. Igen, ne egy hazug kép alapján ítéljék meg valakinek az alkalmasságot. Nyilván a szexuális orientáció alapján nem lehet diszkriminálni. Igen. És a tavaly év végén 3186 család várakozott örökbefogadásra. Ez a szám minden évben nőtt. És volt 1052 örökbefogadás, és van elég sok örökbefogadható gyerek a rendszerben, az 1900, de azoknak a nagy része olyan, hogy nem igazán akarják őket örökbefogadni, mert idősebbek, vagy sérültek, vagy többen vannak testvérek. Tehát, viszont minden évben bekerülnek új gyerekek a rendszerbe, de akik olyanok, hogy Magyarországon szülők el tudják képzelni őket, azok utána ki is kerülnek, mert azokat örökbefogadják, és azok a gyerekek maradnak, akik a koruk, vagy betegségeik, vagy más miatt nem találnak szülőkre. Tehát alapvetően túljelentkezés van az örökbefogadásra, de ez nem egy ilyen homogén massza a gyerekek. Tehát a fehérbőrű, egészséges, szőke, kékszemű, újszülöttel nagyon nagy túljelentkezés van, és ez egy szomorú dolog, de mondjuk egy 3 éves roma kisfiúk már nagyon-nagyon kevesen vállalnak Magyarországon, és ezért sok 3 éves roma kisfiú külföldi örökbefogadókhoz kerül. Pont ezt akartam kérdezni, hogy mennyire van mozgás az országok között, tehát hogy mondjuk magyar kisgyerekek külföldi családhoz kerülnek, vagy esetleg külföldi kisgyerekek kerülnek magyar családhoz? A második nem létezik. Mi egy küldő ország. Én mondjuk nem fogadhatnék örökbe egy afrikai kisfiút? Nem tilos, de a gyakorlatban nem fog sikerülni. Mm. De viszont van elég gyerek belföldön, tehát tulajdonképpen azok a gyerekek kerülnek külföldi örökbefogadókhoz, akiknek itthon nem találnak családot, ez is elég szabályozottan működik, és minden évben 150-200-250 kisgyerek így kerül. Egy elég szigorúan szabályozott folyamatban külföldi országokba, és ők általában idősebbek, többen vannak testvérek, romák, egészségi problémájuk van. Ugye te is említetted, hogy nem először volt az örökbefogadással kapcsolatban törvénymódosítás az idei évben, tehát már korábban is volt. Azt hiszem, hogy én valamikor június környékén hallhattam veled először egy interjút ezzel kapcsolatban. Persze nyilván lehet, hogy már volt korábban is a törvénymódosítással kapcsolatban, csak nekem akkor tűnt fel, és akkor már nagyon elkezdett érdekelni a téma. Ugye ott is rengeteg mindent módosítottak, és szerintem ezeken azért érdemes végigmenni, mert ha végigbeszéljük őket, akkor egy csomó mindent megtudunk általánosságban is az örökbefogadási rendszeréről. Ugye az egyik, ami nagy vihart kavart, hogy eddig volt egy kötelező 2 hétvégés felkészítő tanfolyam, amit el kellett végezniük az alkalmassághoz az örökbefogadó szülőknek, és ezt ugye választhatóvá tették, nem kötelezővé. Mi az, amit ezen a tanfolyamon átadtak ismereteket az örökbefogadó szülőknek, amit most már nem kötelező tudniuk? Ez egy nagyon hasznos program volt. Egyrészt itt tulajdonképpen elhangzott, hogy a gyereknek tudnia kell, hogy örökbefogadott. Ami nagyon-nagyon fontos dolog. A régebbi időkben nagyon sok örökbefogadásnál ezt eltitkolták, és ez már eleve egy nagyon rossz hangütés adott meg a család életnek, hogy a gyereknek az élete leglényegesebb tényében hazudtak. Nem rossz indulatból, csak pont mert nem volt elég információ. Tehát egyrészt ez az egyik nagy téma, és ennek a mikéntjére is adnak tippeket a szakemberek. A másik, amivel 2 éve ki is bővítették ezt a tanfolyamat. Azelőtt 21 óra volt, és 2018-ban emelték 40 órára, hogy bekerültek olyan blokkok, amik tulajdonképpen azzal foglalkoznak, hogy milyen gyerek az, aki ténylegesen elérhető a magyar rendszerben. Hogy nem mindenki úgy menjen neki, hogy vágyik egy egészséges, pici gyerekre, lehetőleg rendezett családból, nem túl nagy problémákkal, hanem ott bemutatják, hogy a több testvéredőt, az egészségi problémákkal küzdő gyerekek, a roma származású gyerekek, a gyerekek nagy része ilyen, nem egészséges fehérbőrű újszülöttek többnyire, hogy ezekre egy kicsit nyitottabbá tegyék a hallgatókat, hogy ez nekik ne valami ijesztő dolog legyen, hanem
le tudjanak gondolkodni, mivel képesek ebből megküzdeni. És ez nem egy előadás volt, hanem nagyon sok ilyen helyzetgyakorlat, játék, ahol nem valaki a katedráról megmondja a tutit, csoportokba dolgoztak, és majdnem mindenki úgy jött ki erről, hogy hasznos volt, és tágult a szemlélátás. Jó, tehát ez most egy döbbenetes lépés, hogy ez már nem kötelező. És ettől nem lesz könnyebb az örökbefogadás, meg nem lesz gyorsabb, mert ez nem volt annyira sok idő. Ez egy pár héttel hosszabbította meg az eljárás, miközben a várakozás években mérhető. Viszont félő, hogy aki nem vesz részt ezen, az esetleg nagy hibákat fog elkövetni a gyerekkel kapcsolatban. Vagy az irreális elképzelésé miatt sorra se kerül. Ez mit jelent? Tehát, hogyha valaki mondjuk nem tesz kikötést a gyermek életkorára, származására, vagy elfogadja azt, hogyha valamilyen fejlődési rendellenességgel, vagy valamilyen betegséggel él a gyermek, akkor ez mondjuk időtávban mit jelent? Tehát tényleg, amit te mondtál, hogy egy fehér bőrű, egészséges csecsemőt szeretnék, ehhez képest az, hogyha nem teszek ilyen kikötéseket, az mit jelent, hogy mennyivel korábban kaphat egy pár gyermeket? Azért nehéz általában válaszolni, mert nagyon nagy eltérések vannak, de én azt gondolom, hogy aki elfogadó, az általában 2 év alatt sorra kerül, és aki meg nem, az most már egyre több helyen 5-6 évet is vár. Vagy vannak olyan megyék, ahol most már 7-8 évet mondanak. Sőt, hát most olvastam pont a te blogodon, hogy vannak olyan megyék, ahol már ki is kötik, hogy aki Lombik programban még részt vesz, azt fel se veszik a listára. Hát érthető módon nagyon sok a jelentkező, és egyre több, és minden évben nő 10-15%-kal a jelentkezők száma, tehát ezt az óriási embertömeget kezelni kell, és érthető módon nem akarnak azokkal foglalkozni, akik még fél lábbal benne vannak egy másik módszerben, akik még lehet, hogy nem is fognak örökbe fogadni, mert összejön a Lombik. Ez egy szakmai kérdés, általában a pszichológia álláspont szerint nem helyes úgy örökbe fogadni, hogy valaki még benne van Lombik eljárásban, hanem akkor kell örökbe fogadni, amikor valaki teljes szívvel emellett az út mellett dönt. Ez egyes megyék gyakorlata, nem általános, vagy nem mindenütt ez van. Ugye egyrészt volt ez a törvénymódosítás, hogy nem kötelező a felkészítő tanfolyam, viszont ingyenes, ugye eddig, ha 2 szülő elment, azért az egy 100 000 forint feletti tételt jelentett. A másik, ami módosult, ez pedig az volt, hogy nőtt az az időablak, amilyen életkor különbség lehet a gyermek és az örökbefogadó szülő között. Ugye nyilván ez azt kívánja szabályozni, hogy mondjuk egy 70 éves idős ember ne fogadjon örökbe egy csecsemőt, mert nem valószínű, hogy 18 éves koráig ugye nevelni tudja. Ugye itt nőtt ez az időablak, ezt te mennyire tartod helyesnek, vagy elfogadhatónak, ugye ezért nem egy elképesztő méretre nőtt. Ez nagyon érdekes ez is, mert eddig mindig az eddigi szabályozás általában így ezt szigorította. Tehát egész konkrétan eddig 45 év volt a maximális korkülönbség szülő és gyerek között, ami belegondolunk elég megengedő, mert itt elég volt a fiatalabbik házasfélnek. Uh-huh. És az életben is azért 45 éves nők nem nagyon szoktak szülni. Nagyon-nagyon ritka. Egy ezrelék se, és pláne, hogyha mondjuk egy 45 éves férj és egy még idősebb feleség, az se szokott, és ezt most felemelték 50 évre, abban az esetben, ha a gyerek elmúlt 3 éves. Hát én inkább lehet, hogy én inkább csökkentettem volna a körkülönbséget, mert annyira sok várakozó van. Ami jó benne, talán az, hogy nagyobb tér nyílik egyéni mérlegelésre. Végül is a várakozók külön nagyon különböző személyiségek, és lehet ez egyik 50 évesen olyan, mint a másik 40 évesen se, de ez nem örök, hogy fogják ezt a gyakorlatban alkalmazni. Egyáltalán, hogy ez mennyire lesz automatikus. A törvény tartalmaz egyet a gyerek érdekében. Ez nem teljesen világos, hogy ez mit jelent, és hogy bármelyik gyerekre vonatkozik-e. Ugye az is megváltozott, hogy gyorsították azt, hogy egy gyereket mikortól lehet örökbe fogadni, mert hogy ez is szerintem tök fontos, hogy bár nagyon sokan vannak állami gondozásban, vagy nevelőintézetekben, remélem, hogy jól használtam a szót, nevelőintézetnek hívják, vagy mi erre a... Hát akik még nem örökbeadhatóak, de állami gondozásban vannak. A gyerek állami gondozásban van, és ezen belül élhet vagy nevelőszülőnél, vagy intézményben, intézetben. És ez
már mindegy, hogy sokszor a véletlen dönti el. Igen, tehát ugye ezek a határidők is gyorsultak. Nagyon sok ponton bevezettek új határidőket idén, ami jó, és ami nagyon lényeges, eddig az volt a szabály, hogyha egy gyerek állami gondoskodásban él, és a szülei fél évig nem tartják vele a kapcsolatot, akkor lesz a gyerek örökbeadható. Ezt most levitték 3 hónapra. És akkor vannak más szabályok, hogy jaj, ha rendszertelen a kapcsolattartás. Ez egy olyan felemás intézkedés, mert tény, hogy nagyon sokat vártak a gyerekek. Tehát nagyon, nagyon sok örökbefogadót is, mert az örökbe.hu blogon van olyan rovat is, ahol bemutatkoznak a friss örökbefogadók. Mindig rákérdezek, hogy mennyit várt a gyerek. És nagyon sokszor az jön ki, hogy azt a csöncsemet már a szülésnél a kórházban hagyta a verszerinti anyuka. És soha nem érdeklődött iránta, és a gyerek mondjuk 2 éves korában került örökbefogadást. Tehát eddig sem mentek fél éves korban gyerekek új családba, hanem úgy eltelt az idő. De ilyenkor mi történik? Tehát, hogyha tényleg egy csecsemőről már a kórházban lemond a szülő, akkor abban a két... Nem, ez az, hogy nem mondott le, csak ott hagyta. Aha. Ez nem minősül lemondásnak, akkor a gyerek bekerül a rendszerbe, és akkor úgy időnként felülvizsgálják az ügyet. Tehát valószínűleg azt, hogy nem azonnal volt felülvizsgálat, nem pont fél éves korában, lehet, hogy leterhelt volt a gyámhivatal, akkor még elment valamennyi idő azon, hogy elkészítették az aktát, aztán elment az idő azon, hogy egy gyereknek szülőt kerestek, ugye van ez a rendszer, saját megye, országos nyilvántartás, sok kis pontból elment. Tehát azt gondolom, hogy ez nem fogja azt jelenti, hogy most rögtön 3 hónap után örökbeadható a gyerek, ilyet, még nagyon kevés idő telt el. Nem igazán, hogy mi történik a gyakorlatban, mert ha a gyámhivatalban ugyanazon nagyon leterhelt munkatárs fog vele foglalkozni, akkor nem lesz gyorsabb. Szakemberek attól nagyon félnek, hogy a vérszerinti családok nagyon gyorsan elvesztik a gyerekeiket. Tehát 3 hónap az rövid idő. Hát tulajdonképpen ezek a kapcsolattartások általában úgy vannak megszállva, hogy mondjuk 2 hetente szombaton délelőtt 1 óra, jó esetben, vagy havonta 1 óra a kapcsolattartás. Nehéz, hogy nagyon sok olyan gyerek van a rendszerben, akit úgy pont a határon látogattak. Rengeteg, hogy vagy mert tudta a szülő, hogy önben elvesz egy gyereket, vagy így jött ki a ritmus, hogy úgy évente 1-2-szer meglátogatták. Ha most ezeknél a gyerekeknél mind húznak egy vonalat, és mind örökbeadható lesz, akkor nagyon sok gyerek örökbeadható lesz, de azok nem csecsemők, azok mindenféle korú gyerekek. Mert lehet, hogy mondjuk egy 12 éves gyereket is ilyen ritmusba látogattak. Tehát ez nem fogja megnövelni az örökbefogadásokét, vagy ha valamit meg fog növelni, az a nemzetközi örökbefogadások lesznek. Amennyiben ez ténylegesen így van, de mondom, ez nagyon friss jogszabályok, tehát nagyon sok múlik azon, hogy mi történik a gyakorlatban. A többi határidő az jó, tehát bevezettek ilyen határidőket, hogy a gyermekvédelmi szolgálatnak mennyi időn belül kell eljárni, a gyámhivatalnak. De akkor azt mondod, hogy külföldön sokkal elfogadóbbak a gyermekre váró szülők? Tehát, hogy ugye már többször mondtad, hogy akik ennek esetleg itthon nem találnak szülőt, azoknak találnak külföldön. Magyarországnak 7 országgal van ilyen nemzetközi együttműködése. Ebben a 7 országban összesen 500 millió ember él, mert az Egyesült Államok is köztük vannak. Tehát az 500 millió ember közül lehet találni olyat, aki elfogad ilyen gyereket. Meg mi azokat, tehát aki idejön és elfogad egy 8 éves roma gyereket, tehát az egy olyan ember, aki elfogad egy 8 éves roma gyereket, tehát azért ez egy erős szűrő, ez a nemzetközi örökbefogás, hogy elmenni egy más országba, sok pénzt kifizetni, egyáltalán a kények ezt a bátorságot vállalja, hogy egy iskolás korú, más nyelven beszélő gyereket örökbe fogad, tehát ők elfogadók. Igen, aztán van egy csomó ember Amerikában, aki meg nem jön ide magyar gyereket örökbe fogadni. Azt tudom, hogy ilyenkor ugye van egy ismerkedési fázis, tehát amikor csörög a telefon, hogy lenne egy gyermek, akit örökbe lehet fogadni, akkor az nem úgy néz ki, hogy másnap megáll egy fekete autó, és kirakják a gyereket, hogy akkor tessék, itt van, ő Józsi, hanem van egy ismerkedési fázis. Ebben a fázisban, hogyha már egy nagyobb gyerekről beszélünk, tehát nem egy csecsemőről, akkor a gyereknek lehet ebbe beleszólása? Tehát például mondjuk, hogyha tényleg jön egy gazdag amerikai milliárdos, és azt mondja, hogy én örökbe fogadnám ezt a kisfiút vagy kislányt. A kisfiú vagy kislány mondhatja azt, hogy én nem akarok menni? Hát elvileg, hogy a gyereket 12 éves kortól kell megkérdezni az ő döntésekben, ilyenkor a gyereket nem szoktak örökbe fogadni.
Nyilván a kisakkorú gyerekek igyekeznek úgy alakulni, hogy a gyerek szívesen menjen el. Tehát ezen az egész ismerkedésnek a célja, hogy a gyerek megszeresse őket. Tehát azt gondolom, hogy sajnos a gyereknek nincs szava ebben, de általában úgy szokott alakulni, hogy szívesen megy el. Ezzel együtt ez lehet nehéz, egy nagyobb, egy idősebb korú gyerek beillesztése egy új családba. Tehát ez utána még nagyon sokáig tesztelheti az új szülőket, például, vagy előjöhetnek viselkedési problémák, esetleg olyanok is, amik addig nem voltak. Tehát nyilván az örökbefogadás, tehát mindig a szülők szempontjából beszélünk, hogy ez milyen szuper dolog, hogy a szülőnek végre lesz gyereke, de a gyerek szempontjából még minden megváltozik. Ő addig élt egy kis otthonos világban, szerencsére a gyerekek nagy része nevelő családban él, és az egy olyan családszerű élet, hogy neki ott vannak szülei, testvérei, háziállatok, és akkor minden megváltozik. De nem biztos, hogy a gyerek arra gondol rögtön, hogy de jó, neki végleges családja lesz, hanem meg is viselheti ez az átállás. Mennyire gyakorlat az, hogy mondjuk a nevelőszülők annyira megszeretnek egy gyermeket, hogy ők örökbe is fogadják? Ez is előfordul, abszolút előfordul Magyarországon. Ezt nem minden hálózat támogatja, ebben nagyon nagyok a különbségek. Van, ahol ezt támogatják, és nincs akadály, és van, ahol pedig nagyon ellenzik, vagy akár azt is kimondják, hogy ha a nevelőszülő ezt teszi, akkor nem dolgozhat többet nevelőszülőként. De előfordul körülbelül, hogy minden tizedik belföldi örökbefogadásban a nevelőszülők lesznek a végleges szülők. Ugye arról beszéltünk, hogy a gyereknek nem igazán van beleszólása abba, vagy nem nagyon kérdezik meg, hogy szeretné-e vagy sem. Viszont a szülőknek van beleszólása. Mi történik akkor, hogyha én nagyon várok egy kis gyermekre, végre csörög a telefon, hogy akkor lenne valaki, és mondhatok-e akkor én nemet? És hogyha én azt mondom, hogy nem érzem ezzel a kisgyerekkel a kapcsolatot, akkor mennyire kerülök hátra azon a bizonyos, nagyon hosszú várólistán? Hát szabad nemet mondani, ezt hangsúlyozzák is, hogy kell, ha bármi miatt vagy nem szimpatikus a gyerek, vagy kiderül, hogy valami olyasmi tulajdonsága, problémája van, ami elfogadhatatlan az illetőnek, és ez önmagában nem jelent kizárást a folyamatból. Akkor majd hívnak máskor egy másik gyerekkel. És a rendszer nagyon sok ponton lehetőséget biztosít arra, hogy kiszálljon az örökbefogadó szülő. Egészen addig, tehát bemutatják a gyereket, akkor elkezdődik egy ismerkedés, oda járnak, elviszik programokra, utána hazaköltözik, és amikor egy hónapja az új családnál él, akkor kell nyilatkozni a tényleges örökbefogadásra, és egészen addig nemet. Tehát ez most, hogy a gyereket nem kérdezik meg, nyilván nem állítják egy ilyen döntés elé, de a gyakorlatban azért jó esetben ez úgy történik, hogy arról szó az egész barátkozás, hogy a gyerek fogadja el őket. Az milyen trauma egy gyermeknek, hogyha mondjuk az egy hónapon belül úgy döntenek, már hazaviszik, és az egy hónapon belül úgy döntenek, hogy mégsem szeretnék nevelni. Ugye én csak abba gondolok bele, hogy ezek a gyermekek azért már az életükben egyszer megélték azt, hogy lemondtak róluk, és ugye itt gyakorlatilag ez megerősködhet, ez az érzés. Hogy ez hogyan lehet, vagy mi a tapasztalat, hogy ki lehet-e belőlük gyógyítani egy ilyen sérülést? Ezt csak azért kérdezem, nyilván mondjuk, aki örökbefogadás adja a fejét azért gondolom, hogy van annyira felelős, hogy így játszásiból nem visz haza egy gyermeket, meg a rendszer is úgy működik, hogy ez így nem is megvalósulható, de hogyha mégis egy gyermekkel ez előfordul, vagy nem tudom, hogy te, amikor mondjuk a könyvet írtad, akkor találkoztál-e ilyen történettel, tippelem, hogy biztosan, amikor egy gyermek visszakerült mondjuk az örökbefogadó szülőktől, hogy azt hogyan viseli? Pont ilyen történet nem került elő. Nyilván ez egy trauma a gyereknek, de sajnos ezek a gyerekek nagyon sok mindenen tudnak keresztül menni. Tehát, hogy egyszer elszakadt a vérszerinti családtól, egyszer elszakadt a nevelő családtól, aztán előfordul, mondjuk a gyerek valamiért gondozási helyet vált, tehát mondjuk él valamint intézetben, aztán nevelő, vagy mondjuk él valamint a vérszerinti családnál. Tehát nyilván ez is egy ilyen trauma a sorban. Ugyanakkor ez se ilyen arányos, hogy az a gyerek van a legrosszabbul, akivel a legrosszabb dolgok történtek. Hanem ez nagyon függ attól, hogy a gyerek milyen egyéniség, és mennyire érzékeny, és
lehet, hogy valakit kevesebb dolog is jobban megvisel, más pedig több rossz dolgon ment át, de van egy olyan belső ereje, amivel fel tud állni. Nyilván ezekkel utána foglalkozni kell, és ezeket gyógyítani kell. Arról már beszéltünk, hogy ugye milyen elvárásokat támaszt sok szülő a gyermekkel szemben, hogy milyen gyermeket szeretne. Viszont nyilván a rendszerben vannak elvárások az örökbefogadó szülőkkel szemben is, tehát hogy nekik minek kell megfelelni. Mi az alkalmasságnak milyen részei vannak, mit vizsgálnak, ki az, akire azt lehet mondani, hogy ő alkalmas arra, hogy örökbefogadjon. Vannak bizonyos feltételek, azt kell mondanom, hogy minden szempontból elég alacsonyan vannak meghúzva. Az egyik, amiről már beszéltünk, az életkor, ami igazából azt határozza meg, hogy valaki mennyi idős gyereket fogadhat örökbe. Ugye, ha ez a javaslat átmegy, akkor mostantól csak házasok fogadhatnak örökbe. Megnézik a lakást, de semmilyen módon nem számszerűsíti a törvény, hogy annak a lakásnak hány szobának, vagy hány négyzetméternek kell lennie. Ami mondható, hogy elvárás, hogy legyen ennyi fűtés, világítás, fűtőszoba. Ezek ma már azért vannak a lakások többsége. Megnézik a jövedelmet, megint nem, nincs semmilyen elvárás, hogy ennek havi hány forintnak kell lennie. Az élet úgy gondolja, hogy el tud tartani egy gyereket, akkor valószínűleg a gyámhivatal is úgy fog gondolni. És van egy pszichológiai alkalmassági vizsgálat, ahol nyilván megnézik, hogy miért akar az az illető örökbe fogadni. Ettől úgy szoktak félni. És mik a legfőbb indokok? Gondolom, hogy elsősorban az, hogyha valakinek például meddőségi problémái vannak, de milyen más jellemző indokok fordulnak elő? Miért akar valaki örökbe fogadni? Hát például egyedülálló, aminek társuk se lett, akkor először a nevelőszülő annyira megszereti a gyereket, hogy azt szeretném, hogy nála maradjon. Előfordul a családokban már volt 2-3 gyerek, de úgy érzik, hogy még van hely, és a családjukban is van gyereknevelési tapasztalat, és ők szívesen segítenének egy más gyereket. És van olyan is, amikor valaki direkt például valamilyen fogyatékos gyereket akar örökbe fogadni, mondjuk Down-szindrómás személyes indítatásból. De a jelentkezők nagy részének valóban meddőségi problémája van, mindaz, ez nem feltétlenül, és ez csak önmagában még nem tesz alkalmassá az örökbefogadásra. De nyilván az is szóba kerül ezen az eljárás, hogy tervezik ezt az egészet kezelni, meg megmondják-e a gyereknek, hogy örökbefogadott, és egyáltalán az ő helyzetük épp alkalmas-e az örökbefogadásra. Talán ez az, ami leginkább meg lehet bukni, mert lehet, hogy valaki teljesen alkalmas a gyereknevelésre, de mondjuk, ha ő 6 hónapos terhes, akkor most ne fogadjon örökbe, most koncentráljon arra a gyereket. Vagy mondjuk egy gyászol épp, vagy külföldön élnek épp, vagy valami súlyos, egy nagyon súlyos beteg hozzátartozót ápol. Lehetnek ilyen helyzetek, de ezek nem jelentenek végleges alkalmatlanságot. Csak az adott helyzet nem olyan. De akkor ez azt jelenti, hogy akik fönt vannak a listán, nekik esetleg van valamilyen kötelezettségük, hogy ilyen komoly változásokat be is kell jelenteni? Igen, azt be kell jelenteni, és előfordulhat, hogy valakinek úgy alkoz érte, hogy akkor passziválják őt. Tehát, hogy nem lesz alkalmatlan, de egy ideig nem fogják hívni. Mondjuk, ha külföldre megy egy évre, azaz nem tud örökbe fogadni. Egy súlyos betegség alatt. Amit még én sokat olvasok, és mindig, hogyha valaki örökbefogadó szülő is ezt vállalja, akkor mindig mesél arról, hogy ugye van egy bizonyos 2 hetes intervallum, amikor még, hogyha azt hiszem, hogy ez csak akkor igaz, hogyha nyílt örökbefogadásról van szó, de javíts ki, hogy nem így van, meg ezt is tisztázzuk, hogy mi a nyílt és mi a titkos örökbefogadás, hogy akkor még a szülőanya visszakérheti a gyermeket 2 hétig. Igen, pontosan, hogy működik, és amúgy mi ez, hogy nyílt és vagy titkos örökbefogadás? Mint mondtál, ez az újszülöttek örökbefogadásánál van, és 6 hétig joga van a szülőanyának visszalépni. Akkor nem is 2, hanem 6. 6 hétig. Ez mind a nyílt, mind a titkos örökbefogadás nem működik, ha a szülőanya vagy a házaspár hozzájárult az örökbefogadáshoz. Igen, hát ettől eléggé félnek az örökbefogadók. Ez kevés, de van ilyen. Minden évben van néhány ilyen eset, amikor a szülőanya életlen a jogával, és visszakéri a gyermeket.
A nyílt és titkos örökbefogadás pedig az örökbeadó szempontjából értendő, hogy a nyílt örökbefogadáson az örökbeadó tudja, hogy hova került a gyerek. Egyik család a másikhoz került, titkosnál pedig nem tudja, ott bekerül a gyermekvédelmi rendszerbe, és azt keres neki szülőket. A nyílt örökbefogadás esetében akkor ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen már a terhesség alatt akár megismerkedik egymással a szülő anya és az örökbefogadó? Tehát már ez is előfordulhat, igen. Vagy a szülés után, de mindenképpen találkoznak. Igen, tehát hogy ott annak a családnak a javára van a szülőcsalád. Van-e arra lehetőség ma Magyarországon, hogy mondjuk valamilyen, tehát hogy tulajdonképpen közvetítő szervezet nélkül valaki örökbefogadjon gyermeket? Tehát gondolok itt arra, hogy, és most nem arra gondolok, hogy mondjuk nem tudom, a testvéremnek, vagy az unokatestvéremnek, ők életüket veszik, és én örökbefogadom családon belül az ő gyerekeiket, hanem arra, hogy az ember így kvázi magánúton így intézkedik, és talál valakit. Tehát lehet-e ilyet? Amit mondasz, vannak magánutas örökbefogadások, mikor nem valamilyen szervezet választottak egymásnak a két családot, hanem ők megismerkedtek, viszont ilyenkor is szükség van egy közvetítő szervezet bevonására. Tehát ha már megismerkedtek, akkor muszáj bevonni később, aki segíti őket. Ez egy létező és, hogy mondjam, kockázatos dolog, olyan szempontból, hogy nagyon sokszor nem azon, hogy ők tényleg ismerik egymást, hanem valaki közvetített ám, de egy olyan ember, aki nem annyira van tisztában az örökbefogadásra. Mondjuk a szülész, nőgyógyász, védőnő, ilyesmi, aki amúgy is kapcsolatban van terhesekkel. Nehéz ellenőrizni, hogy van-e pénzmozgás, az tilos fizetni a gyermekért. Hát ilyenkor be kell vonni egy közvetítő szervezetet, például a területi gyermekvédelmi szolgálatot, és akkor ők segítenek megtenni a szükséges lépéseket. Azt gondolom, alapvetően, hogy egy jó érzésű, örökbefogadó szülő egy tiszta ügyet akar, és senki nem akar olyan gyereket örökbefogadni, vagy én legyen, és nem akarnék olyan gyereket örökbefogadni, ahol lenne esély arra is, hogy ez a gyerek a családjában nőjön föl. Uh-huh. Tehát, hogy az a jó inkább, ha ez egy tiszta ügy, ha előtte egy segítő szervezet minden lehetőséget körüljárt a szülőanyával, és tényleg csak akkor adja örökbe a gyerekét, ha nincs előtte más út. És ugyanezt gondolom a 6 hétről is, ugye nem akarnék egy olyan gyereket felnevelni, ahol a szülőanya már 2 hét után meggondolta magát, és lett is volna lehetőség hazavinni a gyereket. Tehát akármilyen fájó, az nem minden áron akarok örökbe fogadni. Én magam is örökbe fogadó vagyok. Egyébként igen, és nem csak örökbefogadó vagy, hanem van vérszerinti gyermeked is. Van-e bármi, ami esetében mondjuk máshogy kell viszonyulnod hozzájuk? Vagy ami a nevelésükben különbözik? Ugye azért te mind a kettőbe belelátsz, hogy milyen vérszerinti gyermeket és örökbefogadott gyermeket nevelni. 3 gyerekünk van, egy vérszerinti, a legidősebb, és 2 örökbefogadott fiúk kisebbek. Azt gondolom, hogy minden gyerek más. Tehát ami az egyik gyereknél működött, az a másiknál nem. Nyilván egy csomó minden nagyon hasonló. Azok a dolgok, hogy én próbálom a gyereknek a legjobbat keresni, közben azért úgy, hogy nekem is jó legyen. És próbálom őket szeretni, meg egy másik ember. Ami meg más, hogy az örökbefogadásnál, hát bejön ez az egész örökbefogadás témája. Mert a vérszerinti lányomnak 1 anya van, punktum is. Ha csak ő lenne ezen, olyan különösebben nem rugóznak. A fiúknak több anyukája van. Mi számon tartjuk a vérszerinti és a nevelő anyákat, és ez a téma mindig előjön. Nyilván az is más, hogy az életük egy részét nem velünk töltötték, ami egy adottság. Tehát nem tudok mindent, ami velük történt. Tehát előfordul, hogy az orvos vagy fejlesztő kérdez, amit is nem tudok felelni. És azt is mondom, hogy egy olyan gyerek, aki átesett traumákon, azok sokkal nagyobb stabilitásra van szüksége. És sokkal több megnyugtatásra a szülő részéről. Ez az elején nem feltétlenül látszik, de az évek során így kialakult. Tehát, hogy az elvállási helyzeteket de sokkal nehezen elveszik az örökbefogadott gyerekek, ami esetleg egy teljesen stabil, őszinti gyereket nem ráz meg, hogy most hogy
anya, ha elmegy 2 órára valahol. Se veszi. De nyilván ezek mindig átpárolódnak a gyerek saját egyeniségén, és ilyen szempontból tök jó, hogy 2 örökbefogadott gyerekünk van, sőt, szinte napra hasonló az élettörténetük. Mind a ketten születéstől 1,5 éves korig éltek nevelő családban. Ilyet egymástól teljesen független történet, és mégis a gyerek teljesen máshogy viszonyul az élethez, meg hozzánk, meg egyáltalán a saját örökbefogadásához. Tehát nyilván ez nem magyaráz meg mindent, hanem ott a gyerek egyenisége. És azon párolódik ez a téma is. És az édesgyereketeket, és talán nem is szeretnék igazából a ti családokon rugózni, de hogy az édesgyereketeket mondjuk hogyan érintette az, hogy 1,5 éves kistestvéreket kapott? Minden gyerekünk édes. Jaj, bocsánat, elnézést. A vér szerint irányotokra gondoltam. Hogy 1,5 éves tesója érkezett, és nem úgy szülött? Erre gondolok? Tehát, hogy nem tudom, hogy ő mennyi idős volt, hogy majd neki nyilván el kellett mesélni, hogy mit. Azt gondolom, hogy a gyerekek ezt is sokkal jobban értik, hogy ott, tehát ő igazban azon lepedett meg, hogy ilyen kicsi a tesó. Tehát azt hittem, hogy egy akkora gyerek lesz, mint ő, akit lesz. Tehát szerintem a gyerekek ezt így nem képesek felfogni, hogy majd anya hasából 7 hónap múlva születik egy ilyen kis ekkora kenyérméretű gyerek, és még egy évig semmit nem lehet vele. Tehát a gyerek fejében az, hogy de jó, hazajön a tesóm is együtt focizunk. Tehát ezenhez közelebb állt. Úgy, akkor ő még annyira kicsi volt, hogy nem rázta meg, hogy nem tudta még mi a mevet mondja, és mikor a második fiunk érkezett, akkor meg már annyira végigrágtuk az egészet, hogy semmi meg nem lepődött meg, hogy jó, akkor már mindent tudott. Uh-huh. Azt mondom, hogy a gyerekek azt veszik természetesen, amit mi annak veszünk. Ja, hogyha ez a mi fejünkben egy természetes módja a családalapításnak, akkor neki is az lesz. Egyébként ez most jó is, hogy hát nem jó, hogy belefutottunk ebbe, de hogy biztos van egy csomó olyan dolog, amit mondjuk a társadalom mond, vagy kifejez, és ami esetleg bántó lehet annak, aki benne van egy örökbefogadási helyzetben, hogy mik azok, amiket mondjuk nagyon gyakran megkapnak az örökbefogadó szülők, vagy az örökbefogadott gyerekek, még akár csupa jó indulatból is a másik oldalról, pedig azt nem, azt nekik rossz hallani, vagy amit nem illik mondani. Én már elég vastag bőrt neveztettem, de ami nagyon gyakran, mert annyira tisztellek titeket, hogy ez milyen rendes dolog, hogy milyen felelősek vagytok, és hősiesek, és igazából úgy unom, tudod, tehát, hogy élem az életemet, nincs szükségem váromveregetésre, néha jó, néha meg nehéz, de így kívülről szerintem nem nagyon lehet bele. Ezt így megkapjuk. Hát nagyon sok van. Tulajdonképpen, amit mondtál, ez az édes, nem édes, hogy nagyon sokszorra külvilág így feltételezi, vagy vélelmezi, vagy kérdezi, hogy én ugyanúgy szeretem-e a gyerekeimet, vagy lehet-e ugyanúgy szeretni. Ami megint olyan hülye dolgok, hogy pont örökbefogadás nincs vérszerinti gyereke, hát honnan tudja, hogy az milyen, és miben más, meg nyilván senki sem szereti, a szülői érzelmeit megkérdőjelezik. Hát általában a rendszerrel kapcsolatban is nagy a tájékozatlanság, ezért is kezdtem el az örökbe.hu blogot írni, tehát nem nagyon tudják az emberek, hogy hogy működik. Nem értik, hogy nem az összes állami gondozott, örökbefogadható. A vérszerinti szülőkkel kapcsolatban nagyon sok az előítélet, az is egy makacs dolog. Ezen is dolgozom, hogy milyen anya az, halad. Én kb. Egy tucatnyi örökbeadó anyával találkoztam, és egyikre sem mondom azt, hogy egy gonosz ember volt, vagy hogy ne szerette volna a gyerekét. Olyan nők voltak, akik nehéz helyzetbe kerültek, egy olyan helyzetbe, ahol nem tudtak gondoskodni az adott gyerekről, és nagyon sok esetben ez egy ilyen kibogozhatatlan szövevény volt, hogy a társadalmi helyzetük és az egyéni rossz döntések keverék, amit nagyon sokszor nem elválaszthatók egymással. Én de onnak a nagyon egyszerűen, hogy csak nem akarták örökbe adni a gyereküket, csak megmondta nekik a gyámhivatal vagy a védőn, hogy ide több gyerek nem megy haza. És ha a gyámhivatal ezt nem mondta, akkor ők boldogan hazavitték van a 7. gyereket az egyszobás lakásba. Hát ezeket így megkapja az ember. Mondom, nekem már vastag a bőröm, tehát ezt annyira sokszor hallottam, én úgy nem veszem magamra, hogy kedvem van, belemegyek, hanem nem, és általában a
az örökbe.hu blogon ezeket így meg. Megtöképpen ezért írtam a könyvet is, hogy akit érdekel a téma, az egy délután alatt el tudja olvasni, és egy kicsit többet tud. Mostanában nagyon sok cikk van az örökbefogadásról, köszönhetően a törvényhozási cunaminak, ami idén történt a témában, és a nyári változásokkal most is nagyon sok médium foglalkozott, ami jó, tehát remélhetően egy kicsit jobban eljut az emberekhez. Úgyhogy akkor tényleg én nem veszem sértésnek, mert nekem is, ha most szembenne valaki az, hogy jégvitorlázik, én is csak egész hülye dolgokat tudnék kérdezni. Az jutott még az eszembe, hogy az is az emberek fejében él, és valahol az én fejemben is él, hogy ez az örökbefogadási folyamat, ez valami óriási adminisztrációt igénylő, nagyon bonyolult, nagyon nehéz dolog. És hogy ezen átverekednie magát valakinek, az valami őrült nagy erőfeszítés. Ez igaz? Nem. Azt mondom, hogy ha felnőtt ember vagy, és mondjuk vettél már kocsit, vagy vettél lakást, vagy béreltél lakást, vagy jártál már okmányirodában, akkor ki vagy képezve, tehát nem. Tehát néhány helyen el kell, néhányszor el kell menni hivatali helyre, és hivatali emberekkel beszélgetni. Egyáltalán nem olyan vészes. Mondjuk például a terhes gondozáson, ott is el kellett menni egy csomószor, mindenféle helyekre, és berendeltek, visszajöttek, és el kellett menni orvoshoz, laborba, megvédőnőhöz, meg még szülni is, és mégsem mondják az emberek, hogy az kész tortúra. Körülbelül akkora a megterhelés ennek a örökbefogadásnak is. Amikor, ugye az amin még én gondolkodtam, és amit sokan mondanak, akik örökbefogadnak, bár ugye itt is nyilván megosztik, hogy ki hogyan viszonyul ehhez, tehát gondolom, hogy abban a pillanatban, hogy az ember felkerül a listára, onnantól kezdve már egy folyamatos készenlétben van, hogy bármikor jöhet a gyermek. De mondjuk onnantól kezdve, hogy megcsörren a telefon, nagyjából mennyi idő telik el addig, amíg megérkezik a gyermek? Mert tippelem, hogy azért nem 9 hónap van berendezni azt a gyerekszobát, hanem egy rövidebb időszak. És teljesen változó. Tehát mondjuk a legrövidebb esetben lehet, hogy csak néhány nap. Tehát lehet, hogy mondjuk már megszületett az a gyerek, mikor csöng a telefon, és mondjuk egy órán belül oda kell rohanni a kórházba, mert a szülőanya haza akar menni. És akkor egy olyan embert hívnak, hogy gyorsan tudok menni, és akkor pár nap múlva a kórház kiadja az újszülöttet, addig lóval mindent elintéznek, és mondjuk a telefonhoz képest lehet, hogy 5 nap múlva már hazaviszik. Ha nagyobb a gyerek, akkor van valamennyi idő, meg akkor kell egyeztetni, hogy mikor lehet menni barátkozni, akkor lehet, hogy eltelik 1 hónap, 2 hónap. Azonban a gyerek semmi baj nincs, ha nem egy berendezett gyerekszobába viszik haza. Tehát ezt is én írtam ilyen listákat a blogra, hogy mire van szükség, és így úgy szülnél kb. 10 dologra van szükség, egy 2 évesnél, meg ha semmi nincs, akkor is életben marad otthon. Már meg tudja enni a felnőtt ételt, és nem történik baj, ha 2 napig az öletből eteted, és még nincs etetőszék. Tehát szerintem a tárgyakat nem kell túldimenzionálni. De általában, amikor valaki ilyen történik, akkor a baráti kör bemozdul, és mindent oda visznek a szerencsétlennek, és megtöltik a garázsát pillanatokon belül használt gyerek cuccokkal. De most mikkel foglalkozol, hiszen rengeteg előadást szoktál tartani, érzékenyítő programokat, írod ugye az örökbe.hu blogot, megjelent ugye nyáron a könyved, akinek 2 anyja van, ugye ez a címe. Most ebben a karanténos helyzetben, vagy hát nem karanténos helyzetben, de azért egy picit most be vagyunk zárva, vagy hát így gyülekezni nem nagyon tudunk meg ilyen eseményeket, rendezvényeket tartani. Hol lehet téged elérni, hol lehet téged követni, akit érdekel ez a téma? A karantén meghozta azt, hogy online rendezvényeket tartok az örökbe.hu-n. Azelőtt is voltak körülbelül havonta ilyen élő rendezvények, most ez sűrűsödött, és minden héten szerdán online van egy beszélgetés, amit mindig meghirdetek a blogon, és bárki jöhet, ez változatos témákra. Általában valamilyen szakembert hívok meg, és akkor így kicsit együtt tudunk lenni, meg okosodunk. Vannak a blogon már ilyen több alkalmas csoportok is, ahol egy-egy témán végigmegyünk több résztvevőkkel. Írom a cikkeket. És van egy elég nagy és aktív közösségi élet a Facebookon, ilyen fórumokon. Én most elindítottam a Bro Instagram oldalát is, úgyhogy... Ahol a lányok képregényei lányom, igen, vannak fent. Nagyon jó. Készítünk képregényt az örökbefogadási témában. Közben érkezett komment.
a kommentelő írja, hogy nekem nevelő apám van még két féltestvérem, soha nem éreztem, hogy másként neveltek, kezeltek volna, sőt, nagyon szerencsésnek mondhatom magam. Nem egyszerű kérdéskör. Ehhez egy ember kell, gondolom ezt az embert itt nagy betűvel írt, hogy ehhez egy ember kell, nagyon nemes dolog. Hát ez szuper, szuper jó, úgyhogy tényleg jó ilyeneket olvasni. Köszönöm szépen, hogy itt voltál ma velem, és beszélgettünk, és úgy szoktunk mindig elbúcsúzni, hogy megkérem a vendégemet, hogy még egy utolsót kocincsunk, és hogy ő mondja a toastot, hogy mire ígyunk, úgyhogy hát most az aktualitások mentén is, meg amúgy is nagyon kíváncsi vagyok, hogy te mire emelnéd a poharadat ma este. Én arra, hogy ez a jogszabály ne lépjen határba, amiről beszéltünk az elején, ami az egyedülálló korok befogadását megtiltja, én most ennek tudnék örülni. És köszönöm a beszélgetést én is. Én is nagyon szépen köszönöm. Egészség.